Momentum elvárja, hogy partnerként tekintsünk a roma lakosságra, a Mi Hazánk mozgalom pedig elvárja, hogy végre partnerként is viselkedjenek. A helyi Momentumos országgyűlési képviselőjelölt előirányozta, hogy hogyan is szeretné képviselni a helyi roma lakosságot, amit nem csak helyi szinten, hanem országos szinten is kiterjesztenének. A környék helyzetét és a mindennapi problémáit figyelembe véve konkrétumokra és célt elérő programra van szükség. Kérdem én, hogy hány milliárd forint folyt el eredménytelenül úgynevezett roma integrációs programokra? Nem kellene inkább a fehér galléros bűnözőket mielőbb elszámoltatni ezekben az ügyekben? Élhetetlen életet vázolnak fel a szegregátumokban a Momentumos vezetők, idézem. Az itt élőket is megilleti a szennyvíz, a vezetékes ivóvíz, szemétszállítás. Miközben mindenkinek lehetősége van ezeknek az igénybevételére, sőt törvényi kötelezettsége is. Csak nem élnek vele, a számonkérések alkalmával pedig azonnal diszkriminációt kiáltanak. Vagy tekintsük meg a Csenyétén történteket, ahol a mentősök nem mertek bemenni a beteghez, amíg ki nem érkezett a helyszínre a hatóság. Illetve a folyamatos lopásokat a környező városokban, falvakban, amik ugye kifejezetten az üdülővezetekben, az átkertekben jellemző tevékenység. Olaszliszkán sem véletlenül kellett felhúzni a több méteres betonkerítést a borásznak a telke köré, pedig nem köré kéne az a kerítés, vagy meg lehetne említeni az utóbbi hetekben történt sajnálatos kislángi kettőgyilkosságot is. Minden állampolgárnak partnerként kell működnie, ezért elvárjuk, hogy partnerként is viselkedjenek azok a kiilleszkedett személyek, akik az alapvető emberi normákat sem képesek betartani. Az nem lehet megoldás, hogy a szociális háló tartja el őket, és hogy ugyanebben a morálban nevelkedjenek a gyermekek. Kölcsönös partnerségre van szükség, ami az egyik irányból már rég megnyitotta az ajtót. A Mi Hazánk mozgalom ezért egyedüli pártként leállítaná az úgynevezett roma integrációs programokat, bevezetné az iskolai szegregációt, írni, olvasni, tudáshoz kötni a szavazati jogot. Ezen kívül pártunk megalkotta a társadalomvédelmi akciótervet, melyben keretén belül visszavinnénk a törvényt a gettóba, ahol a magyar állam megszűnt létezni.